Műsorunk fő támogatója a KZ Invest Kft. Köszöntjük nézőinket! Az Autósport és Formula magazin októberi rally híradója következik. A műsorban összefoglalót mutatunk az elmúlt hónap hazai és külföldi eseményeiről. Emellett, ahogy megszokhatták, egy stúdió beszélgetéssel is készülünk. Tartsanak velünk! Közeleg a magyar bajnokság szezon hajrája, a meccsek és Nyíregyháza rally. Ennek apropóján összeállítást mutatunk arról, mi történt az eddig lefutott 5 megmérettetésen. Vince Ferenc uralja a 2019-es évet, 4 versenyt nyert, rajta kívül egyedül Bútor Róbert szerzett győzelmet. Ebben a hónapban vele beszélgetünk itt a stúdióban. A folytatásban nemzetközi vizekre evezünk, az Európa-bajnokság és világbajnokság legutóbbi fordulóival foglalkozunk, végül zárt pályára váltunk, és a kakucsi rallycross versenyt elevenítjük fel, melyen több rallis múltú pilóta szerepelt kiemelkedően. Az idény hajrájához érkezik a hazai rally bajnokság első osztálya. A mezőny 5 futamon van túl, októberben a Mecsek rally lesz a következő állomás, az utolsó megmérettetés pedig az Európa bajnokság számára is szezonzárónak számító Nyíregyháza rally novemberben. A bajnokavatás pedig már nagyon közel van. Vince Ferenc ugyanis eddig nem tűrt ellentmondást. Az első versenyen Egerben szoros csatát követően 9 másodperccel győzte le Turán Frigyest, még a dobogó harmadik fokát megszerző Balogh János már 1 percet kapott. A bajnoki címvédő Hadik András több hiba után csak az 54. helyen ért célba a szezonnyitón. Miskolcon sem változott a helyzet, ezúttal is Vince és Turán csatázott a győzelemért, és ismét a Skodás pilóta jött ki győztesen. A harmadik helyet itt Németh László szerezte meg, még Hadikék megint nulláztak, úgyhogy elég hamar elbillent a bajnoki küzdelem. Harmadik helyszínként következett Székesfehérvár, ahol Hadikék megpróbáltak javítani, és egészen az utolsó szakaszig az élen is álltak, ám egy technikai probléma végül megfosztotta őket a győzelemtől. Visszaestek a második helyre, az aranyérmet pedig megint csak a helyzetet kihasználó Vince gyűjtötte be. Veszprémben rendezték a szezon egyetlen murvás versenyét, és az egyetlen olyat, ahol nem Vince Ferenc győzött. A bajnoki éllovas egy defekt miatt kiállni kényszerült, így az egy futamra beugró Bútor Róbert megtörte az addigi szériát. A korábbi közönség kedvenc egyértelműen a mezőny fölé nőtt, és Hadik, valamint Balogh előtt megnyerte a versenyt. A kisebb nyári szünetet aztán augusztus végén követte az Ózd rally, ahol minden visszatért a korábbi kerékvágásba. Vince 20 másodperces előnnyel nyert, Hadik lett a második, Velencei Ádám pedig a harmadik, még Turánék nulláztak. Ilyen előzmények után Vincének már nem is kell feltétlenül nyernie. A 28 éves versenyzőnek elég lesz csak célba érnie, és néhány pontot begyűjtenie ahhoz, hogy bebiztosítsa pályafutása első abszolút magyar rally bajnoki címét. Rovatunk támogatója, a fenntartható fejlesztések szakértője, az Aqua Profit Zrt. Az Autósport és Formula magazin vendége Bútor Róbert, a Veszprém rally győztese. Köszöntelek a stúdióban. Nagyon üdvözlök mindenkit. És mindjárt itt az elején nagy tisztelettel és szeretettel gratulálunk. Ugye önmagában is meglepetés ezért ez az eredmény, hiszen Vince Feriék nyerték gyakorlatilag az összes többi futamot. Egyrésztről ezért, másrésztről azért, hogy a 2013 óta gyakorlatilag
már sajnos nem tarthatunk számon az aktív rally versenyzők között, vissza-vissza látogatsz a pályára. Hát ez a látogatás most elég szépen sikerült. Igen, hát először is nagyon köszönöm a gratulációt. Ez a látogatás ez tényleg pozitívan sikerült, ugyan már többször volt erre esélyünk, hogy összerakjunk egy ilyen eredményt a Veszprém Rally tekintetében, de mindig valami közbeszólt. Hol defektet kaptunk, az első helyről estünk ki, hol a váltónk robbant föl, szintén az első helyről estünk ki az előző években, és most volt először az az év, amikor tényleg minden tökéletesen működött a tervek szerint, és az elejétől a végéig vezettük a versenyt gyakorlatilag, és sikerült végre feltennünk az íjra a pontot. Függetlenül attól, hogy már tényleg csak beugró szerepet játszunk ebben a sportban, az aktív versenyzésünk az 2013 végével ugye megszűnt, és azóta hobbistának hívom magunkat, hobbistaként veszünk részt. Hozzáteszem, hogy nem kisebb élmény és nem kisebb felelősség és nem kisebb feladat hobbistaként elindulni egy ilyen versenyen, mint aktív pilótaként. Csak egy picikét talán nekem könnyebb, mert kevesebb időt fordítok erre az egészre, és több időm jut mondjuk munkára, családra, pihenésre, és összességében ez talán ez is okozza azt, hogy egy picit könnyebben megy most minden. Minden esetre ugye hát a két kerékhajtású a koronázott királya vagy, azért kis hazánkban is. A Veszprém Rally előkészületei azok mennyire ígértek sikert? Nagyon tudatosan készültünk a Veszprém Rallyra, főleg technikai oldalon. Tudtuk azt, hogy az előző évi Mikulás Rallyn milyen negatív dolgokkal szembesültünk a Skoda tekintetében, hogy mik voltak azok a nehézségek, ami miatt nem tudtunk egy kicsit gyorsabban menni. Hozzáteszem, hogy másodikok lettünk a Mikulás Rallyn, tehát nem voltunk elkeseredve, tehát az időeredmények meg az eredmény jó volt, de éreztem azt, hogy hol vannak azok a pontok, amiken fejleszteni kéne. Az egyik ilyen pont az a murva futómű volt, a lengéscsapító, 2017-es az autóm és 2017-es specifikáció murva futómű volt benne. Azt tudni kell, hogy ebben a sportban iszonyatosan sokat számít egy-két év. Ezeket az autókat, a gyári autókat folyamatosan fejlesztik. Ha nem veszed meg ezeket a fejlesztéseket, akkor lemaradsz a többiekhez képest, és én azt éreztem, hogy van egy hátrányunk lengéscsapítóba. Így Veszprém Rally előtt sikerült 2019-es fejlesztésű lengéscsapítókat megvásárolni bele. A másik pedig az volt, hogy nagyon erősen tolta az autó az elejét, és ezért nagyon keresztbe kellett vele mennem ahhoz, tehát a kanyar előtt meg kellett húzni keresztbe, hogy pontosan be tudja fordulni a kanyarokba. De azért ez sok időveszteséggel járt, ezért még az első hátsó differenciálműnek az arányát kellett áthangolni. Ezek állandó négykerékhajtású autók, tehát nagyon fontos, hogy hogyan vannak ezek a differenciálművek beállítva, mert egyébként nem fordul az autó úgy, ahogy a pilóta szeretné. Ebbe is sikerült egy jó beállítást találnunk Schäfer Zoli mérnökömmel. Ezt egyébként az asztalnál fejtettük meg, és utána beépítettük, és a teszten éreztem, hogy ez tényleg sikerült, és tökéletesen jó lett az összhang. Ezáltal úgy fölbátorodtam, hogy egyszerűen sokkal jobban éreztem magam az autóba, és sokkal gyorsabban tudtam menni, és akkor egy kicsit már éreztem, hogy most nagyobb esélyünk lehet, természetesen, ha nem történik semmi krakk a versenyen, mert azért Veszprémbe 130 km gyorságit menni ezeken a sziklás, murvás erdei pályákon, azért ott annyi minden történhet, hogy nem csak az a lényeg, hogy te milyen formában vagy, és az autó milyen, hanem a szerencsének is óriási faktora van egy ilyen győzelemben. És gyakorlatilag a kvalifikáción beigazolódott, hogy jó úton vagyunk. 5-6 tizeddel mentem rosszabbat a Turán Fricinél, így abszolút második idővel kvalifikáltuk magunkat, így jó rajthelyet tudtunk választani, és a 14. helyről rajtoltunk, ami Murván nagyon fontos, mert aránylag tiszta úton mentünk már, és gyakorlatilag az első három gyorsat rögtön meg is tudtuk nyerni, és innentől pedig már úgy működött minden. Megjött az önbizalom is, úgyhogy nagyon-nagyon nagy élmény volt. No hát így, hogy megmerítkeztél most a hazai rally világában ismét, és oda is pirítottál a mezőnynek, milyennek látod az erőviszonyokat? Hát igazából tényleg figyelemmel kísérem, tehát ebből nem lehet kiszakadni. Igazából 20 év után az embert borzasztóan érdekli, hogy mi történik. Én úgy látom, hogy a Vince Feriék azért most uralják ezt a bajnokságot. Azt gondolom, hogy jó a páros is, tehát az Igor Bacigál is egy nagyon jó navigátor, mentem vele egyébként én is egy évet,
úgyhogy tényleg azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon rutinos, nagyon tapasztalt navigátor, főleg ugye a Herczig Norbival meg egymás után háromszor vagy négyszer magyar bajnokok lettek, tehát tényleg annyi mindent megtanult az Igor, és annyira megjött a magabiztossága, hogy abszolút alkalmas arra navigátorként, ugye ez nem egy emberről szól ez a sport, tehát itt van autócsapat, navigátor, pilóta, én azt gondolom, hogy ennek kell összeállni. Talán az látszik, hogy a Vince Ferieknél ez most tényleg összeállt, meg hát egy fiatal, tehetséges versenyző, tehát most látszik az, hogy van generációváltás a sportban, amit én már régóta mondtam, hogy borzalmasan kell, mert 45 éves emberek mennek az élmezőnybe, ez sehol a világon nincsen egyébként, tehát normális esetben 22-től 35-ig bezárólag vannak az emberek a toppon ebben a sportban. Ugye van még egy fiatal tehetség, a Velencei Ádám, ő is azért most már oda-oda kapirgál az első háromban, és ugye ott van a Hadik és a Turán, a két öreg még, akik velem egykorúak, és körülbelül egyszerre kezdtük a versenyzést is, ők pedig egy picit hullámzóak mostanában, mind technikai szempontból, ugye ott többször volt a Hadiknak, azt hiszem többször volt technikai hibája, hibázgatott is azért, volt egy kis lassító szétborítása, meg ilyenek, úgyhogy egy picit az látszik, én úgy látom, hogy a Vince-Velencei párosé, vagy párharc lesz itt a következő éveknek a menete. Mi öregek, én mint hobbista egyszer-kétszer még bele tudok szerintem ebbe kapirgálni, de szerintem csak murván. A Hadik és a Turán pedig ők próbálnak menni tovább, és próbálnak nyerni, meg az első háromba menni. Szerintem őnekik is abszolút van esélyük erre, tehát nem feltartott kézzel mennek a csatába, de én úgy érzem, hogy a Vince-Velencei, ők a jövő most. Mikor láthatjuk legközelebb a Bútortagai kettőst? Úgy volt, hogy Pécsen indulunk. 2017-ben mentünk utoljára, először és utoljára a Skodával aszfaltversenyen, de aztán közben jött egy kis családi dolog, a kislányom sikeres sportoló lett, és el kell mennem a versenyét megnézni. Egy diákolimpia világkupán fog indulni, és úgy döntöttem, hogy ezt nem áldozhatom föl azért, hogy én most elmenjek 21-szer is Pécsre. Úgyhogy sportágban egyébként? Strandröplabda, és Szicíliában lesz egy világkupa, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk a kis feleségemmel, hogy ilyen szintre jutott a kislányunk, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy előtérbe helyezzük a szurkolást, úgyhogy szurkolóként ott leszünk a pécsi verseny alatt, és ezáltal most az a terv, hogy megpróbáljuk a Nyíregyházát. Ugyanúgy gondolom, hogy ez így két év után, és a második aszfalt versenyünk lesz a Skodával, tehát azt gondolom, hogy ez egy túl nagy kihívás, úgyhogy nem fűzök ehhez vérmes reményeket a sikerhez. Azt szeretném, és a táv szempontjából a 250 km gyorsági mindenképp egy jó lehetőség arra, hogy belerázódjak aszfalton és elhiggyem az autó határait, úgyhogy megpróbálunk ott tisztességesen helytállni. És hát az évet mindenképpen egy Mikulás-Olival szeretnénk befejezni, ahol viszont egyértelműen a győzelem a cél. További sikereket kívánok, köszönöm, hogy eljöttél hozzá. Nagyon szépen köszönöm én is. Nem dőlt el a Rally EB idei aranyérme a szezon utolsó előtti futamán, Cipruson. A murvás versenyen végig dominálni tudott az idei Dakart is megnyerő Nasser Al-Attiya, aki már az első szakaszokon elhúzott a többiektől, és végül nagyon simán, közel 4 perces előnnyel futott be győztesként a Volkswagen Polóval. A második helyre a címvédő Alexei Lukjanuk pályázott a legnagyobb eséllyel, ám egy technikai hiba miatt kiállni kényszerült vasárnap, így legfőbb bajnoki riválisa Chris Ingram szerezte meg az ezüstérmet. A rajongók pénzbeli segítségével versenyző fiatal brit pilóta így 19 ponttal vezet az ezúttal negyedik helyre befutó Lucas Habay előtt a bajnoki tabellán, míg Lukjanuk visszacsúszott harmadiknak. A ciprusi dobogó legalsó fokára az a Mikko Hirvonen állhatott fel, aki korábbi WRC sztárként jó pár évvel visszavonulása után állt ismét rajthoz.
Ami a magyarokat illeti, Herczig Norbert és Ferenc Ramón nagyszerű időket autózott, amelyek alapján a harmadik, negyedik hely környékére értek volna be, ha nem kezdik 2 perc büntetéssel a versenyt, illetve nem törik el 2 féltenge is vasárnap. Így végül csak 9. lett a páros. Utolsó 3 gyorsaságin egy biztonsági abroncsválasztást követően tudtunk még feljebb zárkózni. Nagyon nagy tanulság volt ez a verseny, borzasztóan elfáradtunk, mondhatom Ramón nevében is. Ismét rengeteg tapasztalattal megyünk haza. Azért tisztán látszik, hogy a tavalyi Ciprus Rally az teljesen más Ciprus Rally volt, mint az idei. Most kaptunk igazi képet arról, hogy milyen egy igazi Ciprus Rally. Ifjabb Érdi Tibor és Kovács Szabolcs sem járt nagyobb szerencsével, egy defekt után a 11. helyen ért célba. A szezonból egyetlen futam van már csak hátra. Novemberben Magyarországon a Nyíregyháza rallin dől majd el a bajnoki versenyfutás. Idei legjobb versenyét teljesítette a Citroën a török rallin. A rendkívül durva sziklás gyorsaságig meglepően jól feküdtek a C3 VRC-nek, és bár a csapat az utóbbi helyszíneken rendszeresen szenvedett, most először egyértelműen a riválisok fölé tudott nőni. Eleinte Esa-Pekka Lappi, majd később Sébastien Ogier vezette a futamot, és az eredmény a célban sem maradt el. A francia gyártó visszatérése óta első 2-es győzelmét könyvelte el. Éppen ellentétes utat járt be Marmarisban a Toyota. A japán gyártó csapata az elmúlt versenyeken rendre dominálni tudott, Németországban ki is sajátította a dobogót, most azonban csak a 6.-7. helyre tudott bejönni Jari Matti Latvala és Chris Meeky. A világbajnoki pontversenyt vezető Oit Tanak alatt megállt a Yaris VRC. A technikai hiba miatt az abszolút értékelésben nem is szerzett pontot, csak a Power Stage megnyerésével tudta kozmetikázni az eredményt. Ráadásul a csapat sem tudta hátrányát csökkenteni a Hyundai-jal szemben, ahol Andreas Mikkelsen a dobogó 3. fokát szerezte meg. Az egyéni bajnokságban Tanak ellenfelének számító Thierry Neuville egy hiba miatt csak 8. lett. Az autó nem nagyon akart elindulni a szakasz előtt, úgyhogy bár keményen dolgoztunk és próbáltuk megtalálni az okát, nem tudtuk megoldani. Ez frusztráló, különösen most, amikor az első VB címünkért harcolunk. Nyilvánvaló, hogy minden nehezen alakul számunkra, ezt most el kell fogadnunk, és a nehezebb úton kell kiharcolnunk az első helyet. Ogier idei 3. győzelmével visszajött a világbajnoki küzdelembe. Riválisai hibáit kihasználva 17 pontra megközelítette az élen álló Tanakot. A szezonból 3 futam van hátra, melyeken még bármi megtörténhet. Két osztrák verseny után Budapesttől délre a Kakucsringen hajrájához ért az országos rallycross bajnokság. A szezon utolsó előtti fordulójára a megszokottnál szűkösebb mezőny érkezett, de a főszereplők nem hiányoztak. A Supercarban Károly Tamás újabb fölényes elsősége eldöntötte a bajnoki cím sorsát. Az Audis mögött a 2. helyen a korábbi abszolút rally bajnok Spitzmüller Csaba végzett. Az 1-6-os kategóriában Bernát Lukács Sándor szoros csatában első győzelmét aratta, a Super Touring Cars Plus 2000-ben pedig Koncsek Zoltán zsinórban 3. nyert.
edzés száraz pályán kezdődött, utána volt egy kis szombaton egy kis eső, de átálltunk valamilyen szinten esőre, és jól működött az autónk. Mégis egész hétvégén azt mondom hibamentes, tökéletes volt. A gumikkal spóroltunk, Euróbajnokságon fogunk jövő héten részt venni, és kopott gumik voltak az autón, ezért nem voltak olyan jók a kvalifikációs edzések. De a döntőre sikerült két jó gumit elővadásznunk, és ezzel elég magasan meg sikerült nyernünk a döntőt. A Q1-be szakadó esőben sikerült első helyen elrajtolnom, tudtam is tartani a lépést, bár nagyon-nagyon vezethetetlen volt az autóm, ezért meg is pördültem a utolsó körben. Rengeteg időt és pontot vesztettünk ezzel, a Q2-be megint csak jó volt a rajtom. Nagyon küzdelmes verseny volt, ilyen felszáradó pályán, változó körülmények között. Oda egy egészen elfogadható beállítást sikerült találnunk, folyamatosan dolgoztak a srácok. A Q3-at azt sikerült megnyerni, egy nagyon-nagyon jó beállításhoz eljutottunk, és azt gondolom, ez ugye ma reggel volt, hogy mindenképpen azt kellett mondjam, hogy kicsit mondhatom úgy, hogy megérkeztünk, most már én vezetem az autót, nem ő engem. Itt a döntő sajnos kettes rajtkockából indultunk, sajnos nem sikerült túl jól, mert valamilyen műszaki problémája lett az autónak a rajtnál. Még nem tudjuk, hogy mi majd meg kell nézni a logokat. Egy henger a kockátlankodott, ezért a rajtom se sikerült jól, belefulladt a rajtba. Elmentek mellettem a többiek. Aztán egy jó Joker taktikával, meg amennyire tudtam gyorsan menni, forszírozott körökkel igazából egy második helyre vissza tudtunk jönni. Nagyon jó napon vagyunk túl, sikerült a dobogó, ezt azért tegnap nem gondoltam volna, mert kétszer elgumiztuk magunkat, aztán a harmadik előfutamba első helyről nagyot hibázva kijöttem, de aztán gondoltam a döntőből sikerül még egy ilyen szuper rajt, megriogatom a csapattársaimat, és sikerült megint a szuper rajt, és így a harmadik hely, úgyhogy nagyon boldogak vagyunk, mert minden verseny egyre jobb a kocsi, és egyre közelebb vagyunk a top autókhoz, akik máskor Európa-bajnokságon is versenyeznek. Úgyhogy jó az irányban. Ma egy ilyen fél revansot vettünk rajta, most én lettem az első. Elrajtoltam és végül is tudtam tartani is a fiút, és utána következett ugye a döntő, ahol második helyről rajtoltam. Nagyon jól elkaptam a rajtot, előtte fordultam el kanyarba, ezt az elsőt tartottam szépen, kimentek Jokerre, Spotter beszólt, hogy mikor menjek ki. Hát nagyon-nagyon szorosan jöttem vissza, és utána csak arra figyeltem, hogy ne menjen el mellettem az osztrák. És így első versenyemet tudtam így nyerni. Előfutam a Budán, volt a kis baszrendség volt sajnos, féltengerünk visszajött a baszrendség, amit nem is a fuglóba végigéltünk, tehát eltört kettő, most csak egy. Nem tudjuk miért, az autó jó összeállt, tehát erős, mint eddig is volt. Úgy érzik, hogy az esős körülményeket is elég jól át tudtuk vészelni, tehát észre tudtunk menni normálisan, jó eredményeket is tudtunk végighozni. A döntő az meg végül is rajtunk, az féltettük a féltengerét, nem mertük úgy elrajtani, kellett volna egy pistátot menni előre. De aztán a technika visszaadta a szerencsét, lehet így mondani megint, ott át tiszta karigát tudtunk autózni, és egy nagyon jó hétvégén vagyunk túl. A Super Touring Cars 1600-as géposztályban nagy baleset ijesztett a nézőkre. A mindenki által kis tukiként ismert Takács Oliver Skodája a partoldalba csapódott, miután összeütközött Lackó Lehellel. Kis Tuki agyrázkódást szenvedett, ezért nem kapott orvosi engedélyt a folytatásra, amely Herzig Norbert fia, Patrik döntőben szerzett győzelmével ért véget. Hétvége az elég érdekesen alakult a kategória szempontjából. Igen, öten indultunk el még szombaton az első előfutamban, és így vasárnap délutánra a döntőre ketten maradtunk. Ez abból adódott, hogy a második előfutamban történt egy elég nagy baleset,
ahol egyből egy versenyző kiesett. Ugyanaz autóját újjáépítették az éjszaka folyamán, de az orvos nem engedte versenyezni vasárnap. Így maradtunk négyen, viszont még kizártak kettő versenyzőt vasárnap délelőtti egy kis rajt utáni akció miatt. Őket kizárták a döntőfutamból, ezért őket sem engedték rajthoz állni, így ketten maradtunk a döntőfutamra. Köszönjük, hogy velünk tartottak, a Rally Híradó októberi adását látták, melyet visszanézhetnek az Autosport és Formula magazin YouTube csatornáján. Egy hónap múlva, novemberben újra jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra! Támogatóink és partnereink: Hauser Magyarország Kft., KZ Invest Kft., InterEurope Team, Targó Trans Kft., Middle Course Kft., Origo CNC Kft., Új Alapkő Kft. Intercars. Alkatrészek személy- és teherautókhoz, Közép- és Kelet-Európa legnagyobb disztribútorától, Miskolcon, Debrecenben és Nyíregyházán. Keressen bennünket bizalommal. Intercars. Mi az ebéd? Brokkoli. Tudod te, hogy kik esznek brokkolit? A gyerekek szeretik utánozni a hőseiket. Bemutatjuk az Eat Like a Pro kampányt a Beko háztartási gépek segítségével. Látogass el honlapunkra és válogass az egészséges FC Barcelona receptek között, hogy úgy étkezhess, mint a profik. Megbízhatóság, pontosság, precizitás a szállítmányozásban és a logisztikában. KZ Invest Kft.